Alapkövet helyeztek el péntek délelőtt Máté Szalkán. A most induló beruházással minimum 30 megabit per szekundumos letöltési sebességet ígér az internetszolgáltató a lakosság és az intézmények számára egyaránt. Rengeteg földmunkával járó beruházásról van szó, ugyanis mindent földbe pakolunk. A nagy szolgáltatókkal sokszor ellentétben, illetve az ország szolgáltatóival ellentétben. Biztonságos jó hálózatot építünk, döntő részben optikai hálózat, amely reméljük időtálló és hosszú távon bővíthető lesz. A beruházás összértéke közel 1,3 milliárd forint. Ezt az összeget Európai Uniós támogatásból és saját forrásból biztosítja a szolgáltató. Utóbbinak köszönhetően olyan fejlesztések is megvalósulnak majd, amelyek a meglévő előfizetőknek is kedvez, modernizálják a hálózatot. A 21. században egyre inkább digitalizálódik a világ, ezzel a fejlődéssel pedig lépést kell tartani. A munkahelykeresésben, a munkavállalásban, az vállalatok működésében gyakorlatilag felsorolhatatlan, hogy hány területén jelentesz komoly előrelépést. Máté Szalkán egyébként a helyzet a járáshoz képest jó, hiszen itt mindössze 200 lakást érint ez a beruházás, de hát legyünk őszinték, ügyfélfogadásokon én is nehezen adok arra választ, hogy miért pont az a 200 család maradt ki a lehetőségekből, az internetes, digitális forradalom áldásaiból, és nagyon örülök, hogy most már ezekbe a háztartásokba is eljut. Az összesen 290 kilométer hosszú optikai kábel közel 9000 lakossági, mintegy 500 üzleti felhasználót ér majd el, valamint további 93 közintézményben is biztosítja majd az internetszolgáltatást. Szinte a teljes lakosságot el tudjuk érni szélessávú földkábellel, ahogy mondjuk. Eddig egy része ennek a kis térségnek optika, illetve rádiós rendszerű volt, wifi rendszerű volt. Azt gondolom, hogy ez most új fejlődési szakasz, és ahogy igazgató úr mondta, nincs vége, hiszen a technológia fejlesztések és az optikai kábel szélessége az lehetőséget ad arra, hogy még a 30-tól is akár 100 vagy akár 1000 megabit per szekundumos sebességre menjen, és ez beláthatatlan lehetőséget biztosít azoknak a gazdasági cégeknek, elsősorban ami logisztikai feladatot old meg, hiszen egy kattintás is már Németországból jöhet az áru. A beruházást a tervek szerint 2018 végén befejezik. A szolgáltató azt ígéri, a jelenlegi előfizetők semmit nem fognak érezni majd a munkálatokból. A hálózat működését nem zavarja majd a fejlesztés.